1953-ban, azaz 60 éve végezték ki Sándor István szalézi szerzetest. Vendégünk Csány Márton, szalézi ifjúsági referens. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Szerbusz. Beszéljünk egy kicsit Sándor Istvánról, ugye mártír halált halt 60 éve. Mi az ő története röviden, és mik az újpesti kötődései? Személy szerint nekem ő egy nagyon közel álló ember. Én soha nem találkoztam vele, ugye hát ez kizár dolog is lett volna az idő múlásával. Viszont amikor én az ő történetét az olasz szalézi értesítőből megismertem, itthon ültem, én egyébként újpesti gyerek vagyok, csak Óbudán dolgozok, meg ott töltöm az életem nagy részét. Tehát amikor megismertem az újságból, akkor egyből biciklire ültem, és körbejártam azokat a helyeket, amiket említettek ott benne. És akkor nagyon a szívemhez nőtt, aztán felkerestem Bíró Lóránt atyát, itt újpesti klariszomi plébános, ki sokat mesélt róla, illetve még gyerekkoromban a nagybátyám, aki szintén szalézi szerzetes, elvitt egy idős atyához, aki írta róla azt a híres könyvet, ami az első önéletrajzi, nem önélet, életrajzi regénye volt. Igen. És ővel is találkoztam, és tőle kaptam az elsőt. Úgyhogy én nagyon szeretem őt, sokszor mentem éjszaka és a klariszom és ezekre a környékekre, és nagyon kutatom is az ő történetét, idős emberekkel, akik még ismerték. Erekéket próbálom keresni, kis leveleket vagy írásokat. Újpest pedig, hát, hogyha majd ez a boldogavatás megtörténik, reméljük. Erről is beszélünk majd egy kicsit később. Jó, jó. Újpestre úgy került, hogy a Rákospalotai Klariszomba a nyomdász inasoknak lett a felügyelője, mint szalézi szerzetes és nevelő, és ebben egyébként nagyon szép eredményeket is ért el, ahogy a visszaemlékezésekből ismerjük. Ugye az ő példája talán annak a példája, hogy valaki nem adja föl nem csak a hitét, de a hivatását sem, ragaszkodik ahhoz, amit elkezdett, még akkor is, hogyha ez ilyen elképesztő büntetéssel jár. Tehát, hogyha jól tudom, ő már kis hián diszidált, amikor visszafordult, és mégiscsak itt maradt, és folytatta azt a tevékenységét, amiről te most reményem szerint beszélsz egy kicsit. Igen, ez egy nagyon nehéz döntés lehetett neki. Tulajdonképpen ő tudta, hogy veszélybe forog, az egész rend tudta, hogy ő veszélybe forog. De miért is? Mert a szerzetes rendek feloszlatása után, 1950-ben, ami megtörtént, ő tovább folytatta tulajdonképpen. Érdekes, hogy ő semmit nem változott, és semmit nem változtatott az addigi életstílusa, hanem a körülmények változtak, és ezt akkor már bűncselekménynek, államellenes szervezkedésnek minősítették, és ezáltal vált veszélyesé az, amit a szalézek előtte is virágzóan szépen műveltek. Előkészítették neki a disszidálását külföldre, ahogy mondtad, az előjárók, és én úgy tudom, hogy az emlékek szerint ő hazament a szüleihez elköszönni, ez volt a szándéka. De az úton sokat gondolkozott, és a Tisza partjára lement sétálni, ahol ő felnőtt, és ott hozta ezt a döntést, hogy ő elmenekülhet, de a gyerekeket nem tudja elvinni magával, és ezért tulajdonképpen úgy érezte, hogy ő sem mehet el. És ez volt az a hősiesség, ami miatt ma felnézünk rá. És miután itt maradt, ugye gyerekekkel foglalkozott, akiket nem akart itt hagyni, és miután itt maradt, ő elment a perszil gyárba dolgozni talán, és álnéven dolgozott, de közben folytatta a szalézi tevékenységét, ugye? És akkor ez gyakorlatilag ez lett a vég. Igen, Kis István álnéven, utolsó időkben már bajusszal elmaszkírozva élt, itt Újpesten egyébként, és ő tovább tart kapcsolatban maradt azok a gyerekekkel, akikkel előtte is volt. Ami nagyon fájó volt a rendszernek akkor, hogy ezek a gyerekek, akikkel ő foglalkozott, meg a szaléziak általában ugye a szegény elhagyatott gyerekekkel foglalkoznak, és a pártőrségbe szerették volna ezeket a gyerekeket beszervezni. Azért ezeket, mert akiknek nincsenek gyökereik, vagy olyan könnyen formálhatóaknak tekintették őket, és ezért számítottak rájuk, hogy majd az ő ideológiájukat beléjük ültetik, és István pedig ugye ezzel teljesen ellentétben álló életfelfogást a keresztény és szalézi nevelőként, hát ezt tudta ő adni nekik, és ez pont ütközött azzal. Persze kiderült ez az, hogy ő álnéven kicsoda, és letartóztatták, és el is ítélték. Igen, tulajdonképpen egy rendtársával együtt, titokban, mert ugye ebben az időben nekik be kellett állni a sorban, mint az összes állampolgár, ezért is dolgozott gyárban, és polgári életet élt,
és egy rendtársával élt együtt, Dániel Tiborra, ami érdekes, hogy nagyon-nagyon sok levelet kaptak erre a címre, ahol ők laktak. És a házmester asszonynak feltűnt, hogy mi ez a sok levél. Éjszaka kibontogatta őket, gőzzel felgőzölte a levelet, és visszután visszazárta, és ő jelentette föl őket, és így kapták végül is előtt, és így ment börtönbe. Dániel Tiborral együtt, meg az akkori tartományfőnökkel együtt, ők ketten még élve jöttek ki a börtönből, de az Istvánt soha többet nem látták. Mai napig nem tudjuk, hogy hol van eltemetve. De kötél általi halálra ítélték, igen, és végeztek ki, ezt tudjuk. Azt tudjuk, hogy kötél általi halál, és 1953-ban végre is hajtották. Pont 60 éve, hogyha jól tudom, elindult egy boldoggá avatási folyamat. Erről mit tudhatunk? Igen. Szőke János atya, Szalézi, volt, aki ezt az egész folyamatot elindította. Ugye az, hogy valakit, ha boldoggá vagy szentté avatnak, az magyarul az egyház őt példaként emeli a többi ember számára, és az nagyon nagy büszkeség nekünk magyar szaléziaknak, hogy ez a boldogok és szentek az egész világon nagy tiszteletben állnak, hogy egy magyar szalézit emel majd így föl az egyház. Elindult ez a folyamat, és azt mondják, akik hozzáértenek nálam jobban, hogy ez viszonylag gyorsan, tehát a megszokotthoz képest sokkal nagyobb ütemben haladt, és hát már majdnem, hogy célba ért, most már egészen a végső stádiumban van. Azt nem tudod, hogy ennek van köze ahhoz, hogy ugye lemondott a pápa, és ezeket erről ő dönt, ezekről a kérdésekről, az ő mondja ki a végső szót. Tehát elképzelhető, hogy mielőtt ez február 28-án adja át ugye a hivatalát, vagy mond le hivatalosan, hogy addig ez megtörténik? Hát ilyen magasra én már nem látok föl egyházi körökben. Jó, de mit hallottál? Az biztos, hogy a pápa ugye az a szentatya, aki kimondja a végső szót. Igen. Előtte nagyon sok bizottságon átmegy ez az ügy, akik ilyen-olyan szempontból megvizsgálják. Ugye van az ördögügyvédje, aki direkt keresi a kifogást, mert aki szent, abban nehéz kifogást találni, de így lesz az egész objektív. És a legvégén, amikor ez az egész anyag összegyűlik, akkor a szentatya átnézi, és az áldását adja rá. Most, hogy ez mikor fog megtörténni, mi reméljük azt nagyon, hogy minél hamarabb, hogy ha lehet, akkor 1-1,5 éven belül. Tehát, hogyha megszületik a döntés, akkor utána lehet majd a boldog avatást is végbe vinni. Ti szaléziek, mennyire ápoljátok az ő emlékét? Ha jól tudom, akkor például ősz környékén volt egy, hát nem tudom, nem a legjobb szó, hogy akciótok, de az, ami hozzá kapcsolódott. Igen.